Sziasztok, itt Karvaj. Ez egy kis üzenet, amit majd még pár videóm elejére be fogok tűzni, csak hogy lehetőleg minél több embert elérjen. Először is elnézést szeretnék kérni a sok reklámért, amik így most, meg mostantól láthatóak lesznek a videóimon, hogyha nem használtok adblockert. Ezek a reklámok szükségesek ahhoz, hogy működésben tudjam tartani a csatornát, illetve több videót tudjak készíteni, mint amennyit mostanában csináltam. Azzal pedig, hogy kikapcsoljátok esetleg a videóimon az adblockereteket, és eltűritek ezeket a fene reklámokat, számotokra ingyen tudjátok támogatni a csatorna működését. Persze, hogyha annyira utáljátok a reklámokat, mint én, és semmiképpen nem kocsátok ki az adblockert, azzal sincsen semmi baj. Én már azért is hálás vagyok, hogyha megnézitek a videóimat, mert tetszenek, véleményt formáltok róluk, és esetleg azzal segítetek, hogy megosztjátok barátaitokkal, más emberekkel, Facebookon, csoportokkal, ilyesmi. Spammeljétek! Ezen kívül ugyancsak ilyen reklámok miatti formátumban World of Tanks modjaimnek a letöltő linkjét, meg hasonló dolgokat, amiket így meg lehet csinálni. Adfly formátumban fogom a videó leírásokban elhelyezni, szóval hogyha ugyancsak ott sem használtok a blokkert, akkor az nekem ismét csak támogatást jelent passzívan. Ha pedig a reklámok mellett, vagy a reklámok helyett, mert tényleg utáljátok a reklámokat, inkább tudnátok és szeretnétek közvetlenül saját zsebből segíteni, akkor továbbra is látható a Patreonom, de az ugye egy havi szolgáltatás, ha csak nem kapcsoljátok le időről időre. Ezen kívül, ha esetleg egyszeri alkalommal segítenétek egy kisebb összeggel, akkor mostantól van PayPal adománylinkem is, mert miért ne, egy élősködő vagyok. Szóval, ha tudjátok kezdeni az internetes pénzutalásos dolgot, akkor ott is meg lehet ezt tenni, és ja. Nem választok titeket többet ezzel, tehát van PayPal adománylinkem, oké. Aki tudja, hogy mi az, az tudja, hogy mi az. Aki meg nem, de érdekli, akkor megkérdezheti nyugodtan. Illetve, hogy valami vissza is jusson nektek ezekből, van egy G2A nevű oldal, aminek a lényeg az, hogy ott emberek árulnak Steam kulcsokat, amik vannak Steamen ugye leározások nyáron, meg karácsonykor, meg ilyenek, olyankor nagyon olcsón lehet kapni játékokat. Vannak emberek, akik vásárolnak olyankor, mit tudom én, egy tucat játékot, azokból is jó sok kulcsot, ajándék kulcsként veszik meg őket, és azután ezen a G2A-n eladják ezeket a leárazások után úgy, hogy a Steam normál áránál olcsóbban, mint hogyha ott venné meg az ember. Így lehet például, mit tudom én, Sleeping Dogs-t, ami egy jó kis mafias játék, vagy gyakúzás, vagy nem ismerek kínai. Miről szól az? Mindegy, az egy jó játék. Például 700 forintért lehet kapni meg ilyenek. Legalábbis legutóbb lehetett, mikor néztem. Meg újabb játékokat is. A lényeg az, van a leírásban egy G2A link. PewDiePie is használja ezt, meg egy csomó másik videó, szóval megbízható. Nem pont én foglak lenyúlni, vagy átverni, vagy ilyesmi. Szóval, ha szeretnétek olcsón egy játékot keresni, akkor azon a linken kereshettek. És kb. Minden 1000 forint után kapok én egy 20 forintost. Nem viccelek tényleg annyi, de tök jó. Csak így gondoltam, ezt is megejtem, hogy van ilyen is. Ja. Mindezektől függetlenül pedig javaslom, hogy esetleg a Facebook oldalon kövessetek, mert ott szoktam kiírni dolgokat. Például most szerintem szervezek majd valami kis versenyszerűséget indexképek készítéséhez, mert mondjuk nem ártana nekem egy a World of Tanks munka szakaszokhoz egy standard indexkép, amire számokat dobálok, hogy hanyadik epizód, és jól megmutatja a videóknak a jellegét. Vagy lehet akár a többi sorozatomhoz is bármi, mondjuk a Starbound-hoz. Ezért mondjuk adhatok aranyat, vagy egy shoutoutot így videóban köszönetként, vagy amit ki tudsz találni. Ennyi, nem fárasztalak titeket tovább, íme a videó. Sziasztok! És köszönök nektek mindent! Már van a hang. Aha, erre van a hang. Jó reggelt, vagyok itt Karvaj, ez pedig egy beküldött replay. Újra csinálunk ilyeneket. Ezt önkényesen választottam, mert ha bár van egy honlap kezdeményem, amin van fórum, ahol fel kéne töltenem a replay-eket, hogy lehessen válogatni, megtudni, miket lássunk. Ez még ennek előtte van, szóval ez egy látványos replay, és így kiválasztottam és bemutatom is. Tadá! Luca 18 küldte. Cliff Tier 7-es ütközet, ugye EU-25 Tier 7-es Premium tankvadász, már nem kapható boltban meg sehol, hogyha jól tudom. Tier limites matchfinget természetesen, mert egy Stuk 3 ágyúval bír, ami azt jelenti, hogy 150 mm ütése van normál lőszerrel, 135 sebzése normál lőszerrel, viszont addig 2,5 másodperc alatt újra tölt. Pontos, gyorsan céloz, lapos, jól rejtőzhető, gyors kis jármű.
az E25-ös. Páncélata természetesen nincsen semmi. Életereje pedig... átlag környéki, azt hiszem térhetesek között 830-szal. Valahogy úgy. 850 van a Jak Panthernek, azt tudom. 870 talán a Susa 52. Egy picit átlag alatt, de hát a méreteiből kiindulva nem is olyan meglepő. Cliffen vagyunk, ahogy mondtam, egyből felmászunk hegytetőre ide a szivarhoz. Van három darab tüzér, ami elég veszélyes a hegytetőre nézve, ugyanis ha nem használjuk ki a világító toronynak a fedezetét, akkor hamar kikaphatnak minket. Nem ritkán látni olyat, hogy egy fedelítő tank feljut ide, aztán lövöldözik és megol egy tüzérség egyetlen lövésből, mert nem mozog, nem használja a fedezékeket, amiket lehet. Felszerelésünk között van egy periszkóp, váltunk spotolva ezt, hogy nekünk a lajhár. Úgy egyébként a csapat VN8 alapján meghatározható skijét tekintve a mi csapatunk talán picit erősebb, de mindkét csapat van narancsákkal, itt épp csak kicsit több a letöződből, ugyanannyi, de van egy lila TD-nk. Az M4, Stock M4 szegény, úgy halad át a nyílt mezőn, hogy ugye osztalat volt végig. Ott jön egy kávé, egy kicsit gondot okozhat az páncélt. Azt ne feledjük el, hogy ez az ágyú tier 5-ös, akárhogy nézzük. Persze a tier 6-on megölve, de ez tier 5-ben használt ágyú. Még esetleg, hogyha a Jakpanzer 4-en nem a rövid 88-ast használjuk, hanem a Stuk 3 ágyút, akkor úgy kerül ez a tier 6-ba. Ez szinte egy tier 7-es tank. Egy tier 5-ös ágyúval. Tehát a KV-1 az a páncélt, ami ellen úgy nagyjából ki van találva. Még egy IS-2, mert tényleg gondot okozhat a 150 mm átütésünknek, legalábbis frontból. A prémium lőszerünkkel az átütésünk pedig, nem tudom fejből, 194-et láttam, annyi is, igen. Túl sok lőszer ennek a tanknak nincsen, most van 50, akkor olyan 60 körül lehetett, lőttünk egyáltalán 10-55 lőszer. Hamar ki lehet belőle fordított tekintve, hogy milyen gyorsan újra tölt, milyen kicsiket sebez lövésenként. Simán ki tudunk fogyni belőle egy hosszabb meccset, mint a Hell 2-től is például. Ott egy ellenséges E25 átrohanna, szóval megakadt a sziklában, második lövést adjuk rá. Harmadik, lepattantunk valahogy. Fölé lőttünk és mostantól rejti a szikla. Nem ártana mozogni, mielőtt a tüzér esetleg kilőhet minket, itt is lő egy. Nem volt splash, szóval jó eséllyel a löfos volt, aki ugye 9 másodpercenként újra tölt, és baromi pontos, viszont semmiféle splash damage-e nincsen neki. Hummel az nagyobbat robbantanának, van splash-sal, Lorraine pedig az is francia, nem túl nagy splash-sel, ha jól sejtem, de... ja, kb. Annyi idő alatt tölthet, mivel tier 7-es, mint a Hummel, nem értek különösebben a tüzérekhez. 3-5 az állás, elvesztettünk már egy AMX-em 445-et egy saját E25-et, ezek a top tier tankjaink, az elsőnek csak az E25-je halt meg, aki a sziklánál felakaszt. 444 méterről az IS-2 biztos nem lát minket, az LC viszont közelít, fenyeget azzal, hogy felspottal minket, nem LC, bocsánat, 12-t. Első két lövésünk lemaradt a célponttal, viszont utána sikerült megölni 300 méterről, szerintem spottoltunk, ott is van, igen, a lajhár. Ide egy picit megadhatom a pozíciónkat. Mostanra jó esélye eltűntünk, áttöltünk APC-lőszerre az IS-2-en, jól lenne kivonni a csatából azt a nehéz tankot a 122 mm ágyújával, két lövés láttunk, mielőtt fedezékbe jutott, ugye nem egy lassú tank. A szovjet nehéz tankok itt fürgék az IS-ágán, a KVH-gán kevésbé, KV3. AMX M4 van alattunk, persze az IS-2 egyébként az a szovjet IS-2 egy prémium tank ugyancsak, azért van rajta az a berlini fehér festés. Tüzesünk kinyírta az IS-2-t, Tigris kinyírta az M4-5-öt, az ellenséges tüzel kinyírta a mi Tigrisünket, 7-7 az állás, mint az ellenségnél van 4 darab tier-7-es tank, ha beleszállítjuk a tüzérséget, állunk 3. A többi túlidő pedig mind tier 6 a mi oldalunkon, az ellenségnél is kiéve a löfost, ami egy 5-ös arti. A hegytetőn, vagy hát nem hegytetőn, bocsánat, itt az emelkedő, nem láttunk már semmit, viszont úgy néz ki felhasználható, de az egyik Tigris az ellenségnek, 2 van belőlük. Amíg spottat van, addig lőhetjük nyugodtan. Biztosra megy Luca, betöltötte az APCR-t. Többen is lövik a Tigrist. Szegény nyílt mezőn át kell mindenféle páncélat nélkül. Most felmászott, elvesztette az életerejének a nagy részét, ami megvolt neki, és utána legurult a saját oldalukon a domnak. Szóval elég céltalan volt ez a mozgása a Tigrisnek. Az ellenséges csapat egésze pedig elérte a bázisunkat. Dicker Max lenne az elsődleges célpont, úgy látom. Dicker Max egyébként most megszerezhető volt, ez még azelőtt, szóval ez a srác, akinek Dicker Max van, fizetett a tankért, ugye a jelenlegi Gamescom event alatt meg lehetett szerezni 200 000 XP kiformulásával.
a Dicker Maxot ingyen, itt is tudok hacket. Wolverine ágyúval, vagy Tévatmanit ágyú, igazából ugyanaz. M1A2, vagy M1A1 valamelyik. Szóval a hacket még életben van, az MT-25 igyekszik spottolni, viszont a bázis foglalás alatt van egyetlen egy tank által. Az államról lőtt egyet, viszont nem reszetelt. Oké, szükséges lesz közelebb kerülni a bázisunkhoz, ha reszetelni szeretnénk. A44 úgy látom mozgásba lépett, hogy kinyírja a mi tigrisünket, aki közben elment az ellenséges bázist megtámadni. És így az MT-25-tel és az MT-12-el vagyunk ezen az oldalon. 7-11 az áll, szóval korábban 7-7 volt, most jelentős előnyben van az ellenséges csapat. Továbbra sem spottoltunk, viszont ha a periszkópunk aktiválódik, akkor van egy kis esély arra, hogy nem lehetséges, hogy fedezék mögött van például ott az a kis domboldal előttünk. Az simán takarítja az ellenséget. Ugye, hogyha közel jövünk, most a helyeket azt hiszem spottolt minket ezzel a felmászással, nem még nem. Most esetleg 70 méterről, nem a helyeket a célpontnál ő másra figyel. A Dicker Maxot lőjük, hogy legyen lesz a bázis, és most már nem is foglal senki. A helyeket pedig az MT-25-re figyelt. Tornyát nem tudja elég gyorsan forgatni, sikerült kinyírni, 7 AP-ink van még, 18 AP-célünk, a bázison van valószínűleg egy tigris egy, itt is van, kifagyott volna. Úgy néz ki, hogy ez a tigris egyes, egy AFK tigris egyes, kifagyott vagy kilépett, elment a gép elől valamelyik. Az A44 viszont közben lő minket a hegytetőről, ez a másik találata, ki is tudott minket ezúttal és a motort is kiszedte, megsebezte pontosabban. Szóval a helytetőről az A44 a 107 millis ágyújával elég komoly fenyegetés lett volna, megölhetett volna, hogyha az M12 nem öli meg őt. Most van az ellenségnek egy tigris egyese a bázisuk környékén, akinek 4 kije van, gondolom megölte a mi tigrisünket időközben. Illetve 3 tüzér, az, akik közül mindenkinek van kije, szóval egyik sem lehet AFK. Valószínűleg persze, ha csak nem azóta mentek el a géptől. Megjelent a tigris egy, bázisunk előtt úgy néz ki, nem akar defenzíve játszani, csak 136 HP-ja volt ugye a korábbi sérülései után. Egy lövésen sikerült megölni, megvan Luca top gunja. 4200 bevitt sebzésnél tartunk, és alig van hátra egy kevés kelőszerünk, de ezeken a tüzéreken ennek elégnek kéne lennie. Kihasználom a sebességünket, kerülhetünk a domboldalon fent, nem muszáj lent haladnunk, bár az MT-25 is mászhatna igazából itt. Az MT-12 pedig úgy néz ki, hogy jön shotgunozni. Szóval igazából még mindig van hátra 7 perc a csatából, elég gyorsan teltek az események. Máskor, mikor ilyen állás van, ilyen szoros állás, azt szokott előfordulni, hogy van hátra mondjuk 2 vagy 3 perc a csatából, amikor tényleg sietni kell, de az E25, mint látjátok, stabilan hozza az 55 km/h sebességet. Én este kezdve nem kell amiatt aggódni, hogy nem tudunk visszaérni a bálisunkra reszetelni, hogyha esetleg van még mondjuk a francia tüzér az ellenségtől, a 7-es francia elmenne foglalni sutnyomban. Szóval várunk valaki spotjára, az MT-25 úgy néz ki észrevette a Hummelt, és tökezve ki is tudjuk lőni, esetleg az MT-25 végezte ki. Luca nyilván örülne a két maradék kijönnek egy Redley Waters medálért, a tüzérölő medált már nem kaphatja meg, hogy 3 tüzért öljön meg. Az a P betűs, aminek nem jut eszembe a neve. Illetve 500 sebzés lenne a célja, mert mint elmondtam nekem, az egy személyes rekord, hogyha meglövi az 5000-et. Igen. Úgy néz ki, van aki számolja ezeket a dolgokat is. Népszerű kis tank ez az E25, ahhoz képest, hogy a prémium tankok elvileg gyengébbek, mint a tierik, mert ő persze az E25-nek mi a hátránya az, hogy nagyon kicsi az átütése a szintjén a normál lőszerével, 150 mm az 7-es szintű TD-nek nem valami sok, de gyakorlatilag egy, nem is tudom, LCA-mix tüzérként, csak kisebb kaliberrel, de helyette pontos, meg gyorsan tölt, nagyjából ilyesminek mondhatnám. Itt van a Lorena, hogy az MT-25 legújult így felfedezte. Amíg az MT-25-re figyel a Lorraine, addig esetleg oldalba támadhatjuk Lorraine előtt magától. Amiatt már nem kell aggódni, hogy kinyíl minket. Most az MT-25-et megölte a löfos, így meglehetett a killünk a Lorraine-re. Az MT-25 valószínűleg nem kímélte volna meg a 7-es francia artit. Úgyhogy van még egy Lorraine, aki majdnem meg is ölt minket mozgás közben, ahogy mondtam, egy nagyon pontos tüzérre van szó, és úgy néz ki, kiszámolta, hogy hol lehetünk, vagy még mindig poszt alatt voltunk. Mire feltettük a lánctalpunkat, ellőtt egy újabbat, szerencsére az nem talált meg, nagyon nagy szerencsére, mert végzett volna velünk. 141 bevitt sebzés, nagyjából az az átlag a lövésenként, majd hogy nem átütő találatokra is a Lorraine-nek, de, vagy nem Lorraine-nek, bocsánat, a löfosnak. Tehát az egy 105 millis ágyú, nem túl nagy sebzés, de ugye gyorsan tölt pontos. Elég ijesztő tud lenni így is. M12-esünk előtte magát, sajnos nem ölte meg most. Aha!
És lepattintottuk. AP lőszert lőtt ránk a Lorraine. Löfos. Miért akarom a Lorraine-nak nevezni? Egy darab AP lövedékünk maradt, többi APCR sikerült a 8 kilogratot a klucának, közeljövően pedig még több beküldött replay videót láthattok majd a csatornán. Ha érdekelnek ezek a dolgok, iratkozzatok fel nyugodtan, nem kényszer. Sziasztok! 1-2-2-2. Ezzel megint el...